Jó reggelt! Hát te nagyon ügyes vagy már. Azt nézzétek. Hát néha még letottyanok. De már nagyon ügyes vagyok. Ide jössz hozzám? Mana. Nézd csak, itt van kejfelkacsa. Tessék. Mint akit puskából lőttek ki. Na gyere! Jaj! Reggel olyan 3-4-8 óra körül lehet. 4-8-kor kelt Amira. Nagyon jó éjszakánk volt. Reggel egy kicsit nyűgös volt, amikor felébredt. Azt hittem, hogy fáj a foga, de igazából megetettem, és azért tök jó kedve van, úgyhogy csak éhes volt. Ettől függetlenül lehet, hogy megint jön egy fogacska, mert nagyon rágta az öklét. A két alsó foga van már kint, úgyhogy szerintem most egy felső fog kibújni lassan, ha eljön az ideje. Aztán én igazából mosok. Amirának a ruháit mosok, meg majd később miénket is akarok, meg zenét hallgatunk, most ilyen baba zenét éppen, és csak itt játszunk a nappaliban. Dani ma délre megy dolgozni, úgyhogy a nap nagy részében kettesben leszünk Amirával, és nincsen különösebben semmi programunk, majd a Tesco jön 11 és dél között. De igazából egy elég kicsi rendelést csináltam, nagyrészt csak Amirának rendeltem tápszert, meg ilyen baby tépet. Na, jössz az ölembe? Gyere! Gyere! Szia! Szia, kicsicám! Jaj! Édesem! Nincs semmi baj! Édesem! Hát úgy megörültél anyának, hogy hanyat vágtad magad, hogy nincsen semmi baj. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! Édesem, kis cukorka vagy, mondhatnád? Igen? Tényleg? Ne mondjad. Ma összepakolom a táskámat, amit viszek Magyarországra, ami nem könnyű, mert csak egy kézifogyászt viszek, és majdnem 2 hétig ott leszek, úgyhogy azért is akarom összerakni, hogy ha esetleg van még valami, ami kelleni fog, akkor azt még legyen időm kimosni. Úgyhogy ilyen dolgokat terveztem már, meg egy kicsit szerintem takarítok, a konyhát megcsinálom. Máshol igazából viszonylag rend van meg. Jó, hát most itt a játékok, de hogy így most így elég jó állapotban van a lakás, konyhát ezt megcsinálom, mert a konyhaablakot kéne megpucolni, meg el kéne elmosogatni, mondjuk csak egy-két tányér van ott. Viszonylag jól áll most a háznak az állapota. Mióta itthon vagyok, az otthon nagyon, nagyon szépen rendbe tartjuk a lakást igazából, de nincs nagyon jó partner benne, mert sokat segít. Ez nem mindig volt erősségünk. Hítok el, miért köpködsz? Olyan ügyesen 4 kézrábra áll már. Csak néha elgyűlök, mama. De ezt nem mondd el senkinek. Kicsikém. Azt nézzétek. Nem, mit néztél ki ott? Itt van ez alatt a szekrény alatt egy újság, és azt szereti elővenni nagy előszeretettel. Úgyhogy szerintem most is azért indul. Na jó, lelövöm a kamerát, majd még később jelentkezünk.
A Tesco-ban a házi orvosi rendelő előtt sikerült időpontot kapnom mára, reggel 4:10 van, 9:30-ra kaptam időpontot, mert rájöttem, hogy a depoinekcióm 26-án lett volna esedékes, amikor Magyarországon leszek. Úgyhogy azt megbeszéltem a Julival, és azt mondta, hogy nyugodtan beadathatom most, csak az a lényeg, hogy hogy a következőt azt mától 4 hétre kell lefoglalnom az időpontot, nem 26-ától. Úgyhogy gyorsan elszaladtam, kiváltottam a gyógyszert, amire otthon van Danival, aludtak mind a ketten, amikor eljöttem, úgyhogy sietek is haza. Igazából nem szokott több lenni ez az egész pár percnél, csak az, hogy egy kicsit előbb ide értem, mert nem tudtam, hogy a gyógyszertárban mennyit kell várni. Kaptam az injekciómat, itt ülök még az orvosi szobában, most a nővérke kiszaladt, mert nem tudja kinyomtatni a konzultációs sítet. Úgyhogy lassan végzek, és sietek haza. Sziasztok! Délután 1 óra van, Dani már elindult dolgozni, Amira pedig alszik. Úgyhogy én meg arra gondoltam, hogy megmutatom, hogy mit ügyeskedtem itt a csajszik szobájába. Rendet raktam a szekrényükben. Szóval így néz ki a szekrény, és úgy rendeztem el. Kiválogattam azokat a ruhákat, amiket már kinőttünk. Itt a felső polcon, vagy felső akasztós részen vannak a Mirának a ruhái. Ezek még nagyok. Ezek, sőt, még ez is nagy. Ezek a nyári ruhák, meg egy mellény, illetve van még neki a pelenkázó asztal aljába egy doboz, abba tartom a bodikat, meg a kis nadrágokat. Az alsó polcon pedig Ancsinak vannak a ruhái. Ezt nemrég vettem, ez egy téli dzseki, úgyhogy ez télire már jó lesz neki. És itt vannak azok a ruhák is, amiket a minap vettünk neki. Ez az egyik kedvencem, ez nagyon cuki, meg van egy ilyen sötét színe is. Az is nagyon aranyos, csak sajnos ilyen elég sötét színe van, úgyhogy ezt még nem döntöttem el, hogy fog neki állni, majd meglátjuk, hogy szeretni fogja, mert nem tudom, nekem olyan fura gyerekeket feketébe öltöztetni, inkább a színes ruhákat kedvelem, de egyébként ez is egy nagyon szép kis ruccogó, ennek is ilyen tül alja van, és egy nyuszi van rajta. Úgyhogy itt vannak a Ancsinak a ruhácskái, illetve ez a polcos szekrény. A felső polcon ezek Annának nadrágok, szoknyák, hátul melegítők, meg egy tűlszoknya. Itt van hosszújú póló, rövidújú póló, meg ide jönnek azok, amiket még Magyarországról hozunk. Ezek pedig Amirának szintén még nagy nadrágai, amiket Annától örökölt. Őt általában a nappaliban lévő dobozból szoktuk öltöztetni, mert az ott van a pelenkázó aljában, és úgyis a pelenkázón öltöztetjük, szóval az esetében inkább onnan szoktuk a ruhákat megkeresni. Jó sok ruhát kiselejteztem, itt van egy nagy zacskónyi, ezt azóta már felraktam a Facebookra, meg az eBayre, és remélem, hogy minél hamarabb el kell, és akkor nem foglalja itt nálunk a helyet. Szóval ezzel töltöttem a délelőttet. Szia, cicám. Hát hogy vagy, baba? Nem jól vagy? Nem. Délután 5 óra van. Amira aludt egy nagyot délután, igazából gyanúsan nagyot aludt. És amikor felébredt, akkor melegnek éreztem, úgyhogy megmértem a lázát, és 37,8 neki a hőemelkedés, vagy láz. Adtam neki kálpolt, meg felhívtam a 111-et, ez ilyen egészségügyi tanácsadó vonal. Igazából felhívtam a házi orvost is, de azt javasolták, hogy hívjam fel a 111-t. Úgyhogy most várok, hogy lejjebb megy a láza a kálpoltól, és ha nem, akkor 17:30 van időpont a házi orvoshoz, de hogyha jobban lenne addig, akkor inkább hagynám, hogy pihenjen kicsikén, mert elég bágyat.
Semmi baj nem volt délelőtt egyébként. Jött, ment, játszott, meg most is nyúl a játék után, meg evett is, most megevett olyan 5 ózt, meg olyan 2 körül is evett, mielőtt elaludt volna. Csak olyan kis bágyat, nem mozog, nem fordul, nem mászik, nem beszél. De úgy látom, most már kezd egy kicsit jobban lenni. Mert eddig semmi reakciót nem tudtam belőle kicsikarni, nagyon aggódom. Szerintem, már szerintem bölcsibe szedhetett össze valamit, vagy ilyesmi. Kicsicicám. Hát lenne beteg egy nekem, mert hogy megyek így Magyarországra, Manu, ha beteg leszel? Édesem. Úgyhogy most csak itt ringatom a nappaliba, benne van a kis székébe, kézbe is volt egy picit, de úgy ki, tehát hogy úgy nem éreztem úgy, hogy most kézbe akarna lenni, lehet, hogy túlságosan melegítem én is, hogy nem tudom. De úgy látom, hogy ez a hintaszék, ez most tetszik neki. Úgyhogy rakok be valami zenét, és egy fél óra múlva nézzük a lázát megint, hogy mi újság. Az jutott még eszembe, hogy az is lehet, hogy a fogától lázas adott be, mert amikor kibújt az első fogacskája, akkor is volt hőemelkedés, de akkor csak 37,3, ha jól emlékszem. Meg akkor nem volt ennyire rosszul, most olyan bágyat is. Viszont reggel nagyon rágta az öklét, mint hogyha felül is jönne a foga, úgyhogy lehet, hogy csak az a baj. Aggódom.